Szervusztok, kedves kollégák! Üdvözlöm a nézőket is, akik követik a mai kerekasztal beszélgetésünket, amit az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete tett lehetővé. Ma egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, generációs problémákról, generációk feladatairól, fókuszpontban a Bach-Szaturnusz időszak alatt született emberek, vagy esetleg ezen időszak alatt történt híres történelmi események, és ezeket próbáljuk itt kolléganőimmel összehasonlítani, erről fogunk beszélgetni. Gál Judit, Szívik Tímea és Gálfi Irén személyében. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy 3-4 mondatban mutatkozzatok be a minket nézőknek, és egy kicsit mondjátok el, hogy milyen oldaláról fogjátok ezt a Bach-Szaturnusz generációs témát megközelíteni a mai beszélgetésben. Gál Judit, kérlek, hogy mutatkozz be. Köszönöm a szót. Mint elhangzott, Gál Judit vagyok. 30 éve, vagy több mint 30 éve foglalkozom csak asztrológiával, a főfoglalkozás gyanán, és ami a Bach-Szaturnusz megközelítését illeti, a 1990. októberében találkoztam össze Martin Schulman a Holcsomópontok és a Reinkarnáció című művével, ami értelemszerűen a holcsomókkal foglalkozik, és onnantól kezdve vagyok karma fertőződve nagyon erősen, de természetesen már előtte is az voltam, hiszen meggyőződésem szerint az egész horoszkóp a karmáról szól, az első háztól kezdve az utolsóig, az összes bolygójával és fényszínével egyetemben, de nekem a holcsomó köré rendeződik a fókuszpontom, látásmódom, és ezzel kelek, és ezzel fekszem. A Szaturnusznak a haladásánál is mindig figyelembe szoktam venni, hogy és hol van a holcsomó, a kettejük viszony is nagyon fontos számomra. Egyébként pedig, még visszatérve a személyes vonatkozását, a Szaturnusz az annyi közön van mindössze, hogy dupla vízöntő vagyok, 3 darab bakbolygóval és 3 darab vízöntő bolygóval, tehát összesen 6 bolygón van szaturnuszi jegyben, plusz az aszcendens, mindig elfelejtem, hogy ez pontértékbe hogyan fejeződik ki, aki akarja számolja ki, a nap, hold és a Merkur mind a szaturnuszi jegyekben van, és szűz szaturnuszon van, mint születési uralkodó, egy nagyon travasz uralmi cserébe a Merkurommal, de ez már kicsit bonyolult kezd lenni. A lényeg az, hogy a Szaturnusszal is kelek és fekszem. Tehát erősen terhelt vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm, Judit. Irén, kérlek, mutatkozz be te is. Te voltál ennek a kerekasztalnak az egyik ötletadója, úgyhogy érdekesen várnám, hogy miért pont ezt a témát választottad. Hát én 20 éve foglalkozom asztrológiával, és erősen Bach érdekeltségű vagyok. Vízöntőben csak a Jupiterem van, de egyébként a születési uralkodom is 5 bolygón van a Bach jegyében, és a Szaturnuszom is. És hát a fiam a következő Bach-Szaturnuszos generációhoz tartozik, ugye 88 végén született. És ugye nekik, tehát nekem most van a második Szaturnusz visszatérése, neki pedig most van az első Szaturnusz visszatérése. És hát igazából én most vizsgázom, mint szülő, most vizsgázik, vagy most válik felnőtté. Tehát elkezdett nagyon érdekelni az, hogy a mi életünkben mit fog hozni ez az időszak, vagy mit hozhat majd, főleg ugye a vízöntő időszakról, vízöntő időszak lesz érdekes, hogy mibe vezet át ez a szaturnikus időszak, és mit hoz majd mások életébe, tehát a generációk életébe. Tehát innen indult ez az egész, tehát teljesen magánemberként kezdett el foglalkoztatni, és tulajdonképpen csak egy ötlet volt, amit elmondtam az Egyesület vezetőjének, és aztán ugye itt kötöttünk ki, hogy most erről beszélgetünk. Köszönöm! Tímea, asztrozófia az egy sokunk számára egy kicsit olyan homályosabb terület, úgyhogy kérlek, te is mutatkozz be nekünk is.
Szervusztok, Civic Tímának hívnak, és én is asztrológiával kezdtem ezt az egész pályafutást, és valahogy azt éreztem, édesanyám asztrológus volt, és én elsődlegesen tőle tanultam meg az asztrológiát, aztán persze további képzésekben vettem részt, és mindig azt éreztem, hogy valami hiányzik még nekem, de nem tudtam ezt megfogni, míg nem egyszer csak találkoztam a csillagbölcselettel, én magyarul ezt így hívom az asztrozófiát, amit Paksi Zoltán képvisel, és tőle kezdtem el ezt megtanulni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy azon túl, hogy nézzük a zodiákus rendszert, ugye felnézünk magára a csillagos égre, és azokat a valóságos helyzeteket, hogy mondjuk a nyilas csillagképnek most melyik részén, fejénél, nyílhegyénél, testénél, stb. Helyezkedik el, halad át éppen az adott planéta. Ezeket vesszük elsődlegesen figyelembe, tehát azt a tényleges állást, amit az adott pillanatban a Földről nézve látunk az égen, és maga az asztrozófia csillagbölcselet kibővíti még a csillagképeken, azokon a csillagképek túl, amit érintenek a bolygók járásuk közben, az összes többi csillagképpel és annak az üzenetével is az értelmezést. És akkor így nekem kitágult a világ az egész csillagoségre vonatkozólag. És én ebből a szempontból fogom most megközelíteni azokat az időszakokat, amikről szól ez a mai beszélgetés. Értem, és mivel a többiek felhozták személyes érdekeltségüket a Bak-Szaturnusz állással kapcsolatban, csak hagyd kérdezzem meg, hogy neked van-e valami olyan személyes érintettséged, ami a mai témához szorosan kapcsolódik, vagy különösebben nem csak a téma izgat? Persze, izgat, meg hát amikor felkértetek erre a beszélgetésre, akkor nagy örömmel vállaltam. Talán a legerősebb, mert persze hát nyilván, hogy sok kapcsolódás is van, mert egy téma nem véletlen talál meg valakit, de azt hiszem, hogy talán a legerősebb az, hogy a születési évemben is egy Szaturnusz-Plutó, tehát nem is a Bak-Szaturnusz, hanem az, hogy Szaturnusz-Plutó kapcsolódás volt, kvadrát, exakt. És azt gondolom, hogy ha csak a mostani időszakot nézzük, ugye a 2019 vége, 2020, hát amit most élünk, akkor ott a személyes életében rendkívül erősen érzi mindenki ezt a Plutó-Szaturnusz együttállást, de talán még erősebben a képnek a radixában is ez valamilyen formában ennek a két bolygónak a kapcsolata megjelenik. Úgyhogy én ezt érzem most így a legerősebbnek. Köszönöm. Mit gondoltok, mit jelent a személyes radix képletben az, hogyha valakinek a bakban áll a Szaturnusza? Judit? Ó, hát ugye egy uralmi Szaturnuszról van szó, sőt, hát a főbbik uralmi jegye, mitagadása a bak a Szaturnusznak, hiszen föld típusú. Nem az csillagászati típusra gondolok, hanem az asztrológiai típusra gondolok. Tehát a Szaturnusz az egy föld bolygó. Nagyon szigorú, nagyon rigorózus, nagyon tendenciózus, nagyon kíméletlen önmagával szemben, mással szemben is. A Szaturnuszról beszélek, nem arról az egyéről, akinek a horoszkópjában van, de ez a horoszkópban is meglátszik természetesen. A Bak-Szaturnuszosok véresen komolyan veszik az életet, maximalisták, mint mondottam, elsősorban önmagukkal szemben vannak nagyon komoly követelményei, de bárkivel szemben, akivel ők érintkeznek. Nagyon-nagyon sajátos, hogy még akkor is kipréselik magukból a teljesítményt, hogyha mondjuk nincs is kedvük hozzá. Nagyon jellegzetes példa egy kirándulás mondjuk, és ott van a hegy, akkor ezt meg kell mászni. Nem érdekli egy szemet sem meg. Nem is biztos, hogy a kilátás olyan nagyon jó onnan, de a hegy ott van, akkor meg kell mászni. És ő föl fog menni a hegynek a tetejére. A környezetükben lehet, hogy problémákat okoz ez a bizonyos maximalizmus és a tökéletességre törekvés, de hát ők ilyenek, és nekik ez a szexepéjük. Egyébként nagyon érdekes, hogy a sorsuk, az szintén nem tartozik a könnyebb fajsúlyúak közé. Azt szoktam mondani, hogy már a pólyájába bele van tűzve a szaturnikus embernek, hogy karma pedig létezik, és picikoruktól fogva valamilyen formában szembesülnek a
a karmával az ilyen emberek. Irén, Tímea, melyikőtök? Hát én most nagyon régóta foglalkozom családtagkutatással, pontosabban a legújabb időszakciklus óta intenzíven, és ugye hát nekem Bach Szaturnuszom van. El tudom nektek mondani azt, hogy nem mindig voltam én ilyen kemény és következetes és felelősséget vállaló, mert a Szaturnusz az végül is nevel arra, vagy rá akar nevelni arra, hogy ilyen legyél, tehát ugye ez egy feladat, megoldani ezt a szaturnikus leckét, és hát eléggé kinkeserves leckéken kell keresztül menni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ugye a szaturnus az idő is tartozik, tehát ugye idővel azért ez sikerül, és sokkal könnyebb. Én ugye azt kezdtem el kutatni a családomnak a feltérképezésével, hogy ez a szaturnikus, nekem négyes ház a szaturnuszom van, ez honnan jön? És meddig vezethető vissza? Hát el tudom nektek mondani, hogy hetedizig lehet sikerült visszavezetnem a családfámat, és földműves családból származom, tehát hogy igazából nem volt könnyű az elődeimnek a sorsa sem, és hát van, amit én zárok, van, amit a fiam zár majd, ugye hetediziglen ebből a körből, tehát kíváncsi vagyok, hogy majd nem fogom megtudni, de hogy a következő generációk azok ezt hogy fogják majd megélni. Szóval az a lényeg, hogy azért ez idő kell, hogy ezt a Szaturnusz az ember megoldja. Tímea, hogy viszonyul ez a kérdéshez az asztrozófia? Igen, ugye amikor zodiákus rendszerben a bakjelében látjuk a Szaturnuszt, ugye a generációsan is természetesen sors feladatra jelöl ki ez az időszak egy-egy embert, illetve generációkat, és hogyha megnézzük a csillagos égen, akkor ilyenkor mindig a nyilas csillagképben vándorol a Szaturnusz. Hogyha most kérhetem is azt a nyilas képet, amit megbeszéltünk, akkor azon tökéletesen látszik, az egyébként az 1931-re csináltam meg, de hát tulajdonképpen ugyanez van most is, és látjátok, ott a kép közepén van a nyilas csillagkép, ábrával tettem be, mert így könnyebben értelmezhető, és ott van fölötte a Szaturnusz. Tehát gyakorlatilag, amikor a nyilas csillagképén keresztül a Szaturnusz, akkor az zodiákus rendszerben azt Bach Szaturnuszként látjuk, és ugye a kettő összeolvasva, asztrozófiai csillag bölcseleti olvasatban, azt jelöli, hogy ennek az időszaknak a sors feladata az abban rejlik, hogy lehozzuk a fény üzenetét, az isteni bölcsességet, tehát azt a nyilas csillagképű üzenetet, és szórjuk és tanítsuk azt a fény bölcsességet, amit maga a nyilas képvisel. Itt látjátok is a nyilas előtt, a nyilas csillagkép előtt ott megy ugye a fehér sáv, a tejút, ami a mi értelmezésünkben ugye azt jelenti, hogy maga a csillagkép az ugye lehozza az Istenek útjáról. Igen, igen, nagyon szépen látszik itt ugye a tejútnak a sávja. És a nyilas csillagkép lejön a tejútról, tehát lehozza az isteni bölcsességet, a fény üzenetét, és maga a nyilas csillagkép ugye nagyon szerteágazó csillagkép, hogyha összekötjük a képalkotó csillagait, tehát ez jelenti azt, hogy a fény bölcsességének, az üzenetének a szétszórása. És ugye egy bakszat Szaturnusz időszakban ez az égi üzenet érkezik le, tehát itt mindig, és ez egyébként szerintem majd vonatkozik az összes most kijelölt időszakra, amit tárgyalni fogunk, mindig valami isteni üzenet, valami fénybölcsesség megemelkedés történik, és hát ennek sorszerű szerepe van természetesen ezekben az időszakokban, ahogy ez elindul, úgyhogy ez vonatkozik az egyéni képletre is. Akkor ezek szerint azok a generációk, akik, vagy azok az emberek, mert ugye ebben a pozícióban a Szaturnusz egy olyan 2,5, maximum 3 évig tartózkodik ide-oda mozogva, tehát akik ebben az időszakban születnek, akkor valami megvilágosodási folyamaton kell, hogy végig menjenek? Így van, és ugye azt hozzák le az anyagba, szaturnuszi módon, tehát hogy azért az anyagban valósulást jelöli. Igen, és hát ugye az egyéni horozóban, ahol ez a Bach Szaturnusz tartózkodik, ugye annak a háznak az analógiája útján tudja ő azt a saját életén keresztül megvalósítani. Igen. Hát azt hiszem, hogy Irén, ez teljesen jól leírja a te utadat, nem? A családfakutatás és a négyes ház kapcsán.
Nem tudom, hogy Juditnak lehet-e ilyen személyes... Fényderül a fényüzenete, fényderül, igen. És utána ilyen érdekes, nagyon igen. Jól van. Beszéltünk arról, hogy mi, illetve Judit nagyon részletesen elmondta, hogy általában ezeket az embereket mi jellemzik. Jó, hogy nagyon részletesen, nem tovább. Esetleg van-e valamilyen hozzáfűzni valótok még, hogy mi az a jellegzetesség, ami ezeket a generációkat jellemzi, akik ezzel a Bak Szaturnusszal születtek, tehát a 88-91, vagy pedig az 59-62-es generáció, vagy mehetünk vissza 29 évenként visszakörgetve, hogy van-e erre valamilyen gondolatotok, hogy még, ami olyan nagyon irén? Én azt gondolom, hogy ők mindig lezárnak egy ciklus, mert ugye a következő ez a vízöntő korszak lesz, és ahhoz, hogy el tudjunk érkezni egy új világba, ahhoz az előző 29 évet minimum le kell zárni. És ugye ez valaminek a lezárása mindig nagyon, nagyon nehéz lehet, mert hát ugye csomó mindent nem oldottunk meg. Én olyasmihez tudnám hasonlítani, mint azt a 29 fokot szoktuk nézni a horoszkópban, ami előtt átmegy a következő jegybe az egyik bolygó, tehát hogy ott összesűrűsödik valahogy az energia, és minden nem megoldott feladat egyszerűen hirtelen fel lesz kérdezve. Tehát, hogy ott van, muszáj megoldani, muszáj foglalkozni vele. Ugye nyilván kényszerítő hatása is van ennek az időszaknak mindig. Tehát, hogyha valamit nem csináltuk meg, akkor most kénytelenek vagyunk szembenézni vele és megoldani. És ettől fogom, ha Judit is mondott, hogy ennek a generációnak nagyon nehéz a dolga, mert hát ráhárul ez a nemes feladat, hogy akár társadalmi szinten, akár egyéni szinten megoldja ezeket a feladatokat. Hát nekem óvatatlanul a mostani év jut eszembe, amikor egyébként Szaturnusz-Pluto együttállás is volt januárban, és ugye megkaptuk ezt a járványt, ezt a világjárványt, és valahogy ennek is van egy ilyen kényszerítő ereje, mundán szinten is, tehát az emberiséget érintően, hogy valamit le kell zárni, nem? Nem gondoljátok ezt, hogy talán ez, hogy volt ez a régebbi időkben, vagy volt-e ilyesmi párhuzam a régebbi idők? Magamhoz ragadhatom a szót? Igen, Judit. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb leszek a kívántnál esetleg, vagy úgy is, mint tömör. Nem egészen értek egyet a Bak Szaturnusz ilyen jellegű interpretálásával, bár sok igazság van benne, hogy egy korszakot zár le, hanem én sokkal inkább arra szoktam koncentrálni, hogy a karmának a kérdéseit kiélezi egyéni és kollektív szinten egyaránt. Most ez olyan gyönyörű lenne, hogyha ilyen nemes formában nyilvánulna meg az egyéneknél a Bak Szaturnusznak, vagy bármelyik Szaturnusznak a formája, de hát sajnos nagyon sokféle módon tud az egyéni képletekben megnyilvánulni, és a Szaturnusznak a szigora ott jön ki, ezekben a szituációkban, hogy kegyetlenül kényszeríti speciál az emberiséget most arra, hogy nézzen szembe azzal, hogy mik az igényei, mik a valóságos szükségletei, valóban zárja le a túlfogyasztást, és nézzen szembe azokkal a tényezőkkel, amelyekkel évszázadokon keresztül nem akart szembenézni, nem kell messzire menni, a föld ökológiai állapota az eléggé katasztrofális, és görgetjük magunk előtt ezeket a problémákat, és nem csinálunk vele gyakorlatilag semmit. Na most nem mindegyik Bak Szaturnuszos érába jön ez ki ennyire élesen, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy a környezete milyen. Tehát eleve a három transzcendens bolygónak a helyzete is meghatározó, hogyha a jelenlegi konstellációt veszik, nagyon izgalmas, van egy uralmi Neptun, egy halak Neptun, és van egy Bika Szaturnusz, amely Bika Szaturnusz, Uranusz, amely Bika Uranusz pillanatnyilag
ugyancsak arra akarja felhívni a figyelmet, hogy mit kezdünk magunkkal, mit kezdünk a Földdel, mit kezdünk a földi igényekkel, és hogyan tudjuk ezeket megemelni egy másfajta szintre. És azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mindezt megelőzte egy olyan széria, amelyben tulajdonképpen még mindig benne vagyunk, és amely széria teljesen speciális, ugyanis 1983-tól a Plutó volt az Uráni jegyében a Skorpióba, 96-ig fölváltotta a szünet nélkül az Uráni Uránusz a vízöntőbe, azt szintén szünet nélkül felváltotta egy Uránusz-Neptun Uráni csere, amely egyébként szintén 170 évenként szokott bekövetkezni valamilyen időtartamra, most sokáig tartott 7-8 évig, és ezt követte 2012-től az Uráni Neptun. Na most olyan töménységben, hogy a transzcendens bolygók gyakorlatilag szünet nélkül követték volna egymást Uráni helyzetben, ilyen töménységben 6000 évet, bocsánat, és befurdoklok egy kicsit, tehát 6000 évet tudtam átnézni torzítás nélkül a kedvenc programomon, és ebben a 6000 évben egyetlen egy hasonló szériát találtam történetesen, az 1400-as évek végét, 1500-as évek elejét, amikor ugyanígy követték egymást szünet nélkül. Szünet nélkül. Ez a lényeg, hogy szünet nélkül. Tehát egyszer, amikor maga a folyamat zajlik, a kozmikus folyamat zajlik, akkor is lényeges, hogy mik történnek, és amikor azok a nemzedékek fölnőnek, akik születnek ezekkel az extrém konstellációkkal, akkor is nagyon lényeges. Visszakanyarodva a jelen helyzetre és a Bax-Szaturnuszra koncentrálva, tehát ebbe a környezetbe beágyazva különösen nagy a hangsúlya, és még mondanom se kell, hogy egyéb hát figyelem felkeltő mundán történések is voltak itt a közelmúltban, a 99-es napfogyatkozás, a 2000-es nagy bikahalmazat, hogyha ez mond valamit, a hét ősbolygó 14 óra hosszabb, mindegy szállig a bikába volt, május akárhanyadikán. Ezek mindegy nagyon-nagyon-nagyon éles, nagyon fontos folyamatnak a részei, amelyek igen-igen komoly figyelmeztetést tartalmaznak az emberiség számára, még mindig azon töprengek, hogy ez vajon még információs jellegű-e, vagy már annál szigorú, de nem tudtam eldönteni, na és hát ennek most egyik újabb csúcspontja a sok csúcspont mellett, egyrészt a január 12-én bekövetkezett Szaturnusz-Plutó együttállás, ami nagyon közel van a Jupiter-Szaturnusz együttálláshoz is, ezt még nem emlegettük, és hát ehhez a nagyon-nagyon szigorú Bax-Szaturnuszos megnyilvánulás együtteshez, amelyet eddig megkoronázott a koronavírus. Tehát itt valami, azt hittem, technikai probléma adta elő magát, de valóban. Nos, tehát ebbe a beágyazottságban sokkal élesebb és sokkal szigorúbb, hogy ismételjem önmagamat, ez a bizonyos Szaturnusz. Még egy pillanatra visszaugranék a kedvenc időszakomhoz, ez az 1500-as évek, tehát az 1400-as évek vége és az 1500-as évek eleje, amikor az történt, hogy felfedezték Amerikát a megfelelő társadalmi, technikai, gazdasági és politikai következményekkel. Az akkori időkben 250 év kellett ahhoz, hogy az európai civilizációba elterjedjen a reneszánsz, az érett reneszánsz, mint szellemi áramlat. Na és megint visszakanyarodva a jelenkori analógiához, 1517-ben megindult a reformáció, mint ideológiai áramlat, a ma megfelelő, nagyon is véremenő következményekkel, és ezt az 1517. október 30-i eseményt követte az abban az évben, december valahanyadikán beállt Szaturnusz-Plutó együttállás. Tehát ez, még ez az analógia is megvan a mostani
szituációval. Tehát ott is volt egy ilyen globális felfordulása, megnyúlása a Földnek, hát a korabeli embereket kéne megkérdezni, hogy ők hogyan élték meg tételesen, ugye? Például a vallásháborúk idején, de minden esetre egy halál és újjászületés szituáció következett be valóban, és azóta 500 év elteltével most van megint hasonló. Nagyon is hasonló. Széria. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a érdekes párhuzamot, történelmi párhuzamot, mert ez tényleg valóban érdekes, hogy akkor is ugyanúgy, mint ahogy most a bakban jött létre a Szaturnusz-Plutó együttállás. Bocsánat, és azóta nem volt a bakban. És azóta nem volt azóta a bakban. Nem volt a bakban. Uh-huh. Hát azért reméljük, hogy itt most vallásháborúk nem fognak ránk köszönteni. Ez csak analógia, nem azonosság. Irén, mit gondolsz, hogy... Tímea jelentkezett. Tímea, akkor hallgatlak, bocsánat, nem vettelek észre. Köszönöm, igen, igen, csak hogy szerintem ez még nagyon erősen ide tartozik, sőt, még a Judit, amit mondott, azelőtt felvetettél kérdést a végetérésekkel kapcsolatban, tehát azért asztrozófiailag azért is mindenképpen, mert ugye két végetérés bolygó találkozásáról van szó, ha kozmikusan nézzük, ugye a Szaturnusz a látható bolygók határa, a Plutó pedig a naprendszerünk legkülső bolygója, tehát mindenképpen két határjelölő bolygó kapcsolódik, úgyhogy ez már önmagában ilyen szempontból is lezárásokat jelez. És amit én még két dolgot hozzátennék, hogy ugye ilyenkor mindig egy emberöltön túli időszakról beszélünk, illetve hogy arra vonatkozik, ami most történik, az túlmutat az emberöltön, hiszen ugye a Plutó keringési ideje az jóval túl van 200 éven, tehát mindenképpen több emberöltöt foglal magában. És amit az előbb itt Judit mondott, hogy ugye igazából nem minden Plutó-Szaturnusz találkozást érzünk globálisan és ennyire erősen. És erre pedig egy olyan rávilágítást szeretnék nyújtani, hogy a mostanit nagyon erősen érezzük, és hogyha mondjuk azt nézzük eleve, hogy gazdasági világválság és annak a csúcsra járódása az 1929 és a 32-es időszak Szaturnusz-Plutó szembenállásánál, akkor ez, az is ugye világméretű volt, és nagyon erősen éreztük, akkor ennek asztrozófiailag az is a magyarázata, hogy ugye még minden bolygó mondjuk hasonlóan egy ilyen pályán kering, addig a Plutó egy erre meredekebb ellipszis alakú pályán kering, és időnként eléri a többi bolygónak a keringési pályáját, eléri az ekliptikát. És most, ebben a mostani együttállásban, illetve tulajdonképpen 2018 őszén, de ugye hát egy nagyon lassú mozgású planétáról van szó, tehát azért az ide tartozik, 2018 őszén érte el a Plutó az ekliptikát, az azt jelenti, hogy az a radikális fordulat, azok a gyökeres változások és az a minőségi megújulás, amit ő hoz, az leér a földi világba, tehát nagyon erősen érezhető itt az anyagi világban. És ezt megelőzően pedig 1930-ban, tehát pont abban az időintervallumban, ami pedig az akkori jelentős időszakot érintette, ott pedig ugye rák Plutó volt, ott pedig akkor érte el az ekliptikát. És az összes többi tárgyalt időszakban nem. Tehát vagy jelentősen fölötte van, vagy jelentősen alatta, és ugyanúgy persze a hatása érződik, az energiája nem is a hatása, de amikor eléri a többi pályának a keringési útját, akkor nagyon erősen érzékeljük itt a földi világban ezeket a lezárásokat, és hát én inkább onnan közelíteném, hogy azokat a minőségi megújulásokat, amiket pont ezekben a helyzetekben tartogat számunkra az élet egyéni szinten is, és globálisan is. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönjük szépen. Irén, akartál valamit hozzáfűzni? Nem, mehetünk tovább. Azt akartam megkérdezni, hogy ugye itt szóba került a 20. századi Bak-Szaturnuszos állások, a Tíma hozta ezt a 30-as rák Plutó opozíciós állást. Ugye amikor Irén, te beszéltél, hogy a te generációdban akkor a szűzben volt a Plutó, tehát egy trigonális
állás volt. Díme, amikor született, akkor egy kvadrátos állás volt, de beszéljünk most arról a 88-91-es állásról, amikor a Bak Szaturnusz van, uralmi Szaturnusz és egy uralmi Plutó, mert akkor a Skorpióban állt, tehát két uralmi planéta tartózkodott az égen, transzcendens planéta, és ezek még szextil kapcsolódásban is voltak. Most egy picit térjünk vissza ugye az eredeti témára, ugye a 88-91-es generációra. Irén, mit gondolsz, hogy ennek a generációnak, aki most már 31-2 éves, hogy annak a generációnak ezzel a Skorpió Plutóval, Bak Szaturnusszal milyen sorsmegéléseket, vagy milyen tanulandó feladatokat kaptak, esetleg mást, mint amit mondjuk a te generációd, vagy a 30-as generáció kaphatott? Hát ugye a 30-as generációnál ott egy rák Plutó volt. Ugye az a rák Plutó egyébként, vagy a Plutó pont az első világháborúban lépett nem is tudom pontosan, de az első rákban. Világháború kezdetén lépett, igen, a rákba. Tehát, hogy az attól, hogy szétbombázta a családokat, ugye erről szólt, tehát átalakította a családi szerkezetet. A szűz generáció, tehát a szűz-plútós generáció, az egy kicsit más volt ebből a szempontból, ugye itt a szűz energiákat kellett, a mások segítése, mások szolgálata, az egészség átalakulása, vagy az egészségünkkel való intenzívebb foglalkozás, a munkafeltételeknek a megváltozása, tehát ez hozta. És a skorpiós generáció pedig azt hiszem, hogy például ebben az időszakban indult el a spiritualitás. Magyarországon mindenféleképpen, ugye ez a rendszerváltás időszaka volt Magyarországon is, meg máshol is. De hogy ugye a Skorpiónak ez az analitikus, mérehatoló energiája, ami szükséges ahhoz, hogy és átalakító energiája, ami szükséges ahhoz, hogy a Bak szaturnikus időszakokat még mélyebben tudjuk megélni, vagy megérteni esetleg. Tehát azt hiszem, hogy ez egy ilyen non plus ultra energia, amikor egész egyszerűen nincs más választási lehetőség, csak megoldani. Tehát fölhozni azokat a problémákat, amik már nagyon-nagyon régóta gyűrűznek, és aztán ezzel a Bak Szaturnusszal kíméletlenül megoldatni, vagy ugye kívülről valahogy bejön a lehetőség, hogy ezt megoldjuk. És hát ez a generáció nagyon másképp gondolkodik egyébként, amennyire én látom. Egyébként nekem konkrétan a fiam születése hozta el ezt a más szemléletet is. Én ugye, mint az előbb mondtam, hogy egy nagyon materiális világban éltem, és amikor a fiam megszületett, akkor kezdtem el teljesen másképp gondolkodni. Ez nyilván energia szinten jelent meg, és szép lassan elkezdtem foglalkozni, megjelent az életemben a spiritualitás egész, ez az egész fajta gondolkodás, teljesen másképp kezdtem el élni, és gondolkodni, elkezdtem foglalkozni ugye asztrológiával, stb. Ez a generáció ebben már bele született, tehát gyakorlatilag nekik teljesen természetes, hogy ezt a világot, ezt másképp lássák, mint ahogy mi. Tehát ugye ez a szűz energia, ami földi energia, átalakult skorpió energiával, ami egy vizes jegy, de mint tudjuk, ott van benne a tűzés energia, tűzés erő, amivel bármit képesek megváltoztatni és átalakítani. Judit, van esetleg valami hozzáfűzni? Nekem mindig van. Másnak is akarok szólni. Nos, megint a beágyazottsággal jövök, ugye, amellett, hogy Skorpió Plutó volt, és Bak Szaturnusz, amely baromi energiákkal bír, mind a kettő külön-külön, egyik pedig különösen. Emellett azért volt még egy nagyon fontos háttér, a Bak Uránusz Neptun együttállás, ami megint csak egy ilyen 178 éves
periodicitással bír létrejönni, és iszonyú fontos állomásokat jelent a szellemi fejlődés szempontjából a New Age mozgalom, ugye ez 88-tól 98-ig tartott. A New Age mozgalom ezzel esett egybe, egyébként világszerte nem csak Kelet-Európában, hát nálunk nagyon új volt, de mindenhol nagyon új volt. El kell olvasni néhány régebbi ezoterikus jellegű kiadvány előszavát, ahol az amerikai és angol szerző mosakodik, hogy ő ilyen témához nyúl, és ja Istenem, tehát na mindegy, ez zárójelbe jegyeztem csak meg. De a lényeg az, hogy és akkor ugye volt az uralmi Plutó egyfolytában 83-tól 95-ig, és abban volt egy kemény mag, az az 5 év, amikor a bakba volt az Uranusz Neptun, plusz a Szaturnusz csatlakozott melléjük, a Uranusz is emelt a bakba, úgyhogy az se gyenge, meg mondom, maga ez az együttállás is nagyon speciális, és utána még ugye a víznek és Szaturnusz megmaradt a Szaturnusznak az uralmi helyzetében. Na most ennek a generációnak a tagjai, meg az összes többi, aki utánuk születik abban a 42 évben, amit az előbb vázoltam, tömegesen tartalmaz zseniális képességű és egészen másfajta energetikájú embereket, hiszen a transzcendens bolygók vannak kiemelt helyzetben mind a négy al generációnál, és ezért aztán iszonyú, azért nagyon mások, ezek az emberek, ugye meg elnevezték őket, ez az egyik olvasata, az Y-generáció, ami ugye a számítógép használat, és így tovább kapcsán merült fel azt annak idején a látók, ugye az auralátók, az Indigó gyerekek címkével illették őket, majd a kristály gyerekek, majd nem tudom pontosan, hogy mi, summa summarum, nem is erre akarok hívgatni, hanem oda akarok visszakanyarodni, hogy a Skorpió, Plutó és Bak halmazatos nemzedékből, beleértve természetesen a Bak-Szaturnuszosokat is, én azt nehezményeztem hosszabb ideig, hogy abszolút közömbösnek látszottak a közélet iránt, pedig az a missziójuk igenis, hogy lebontani a meglévő struktúrákat, újakat építeni ez az uráni Plutó, ugye rombol és épít. De hát fölébredtek, úgy tűnik immár, és valószínű az lehet az oka ennek a Csipke Rózsika álomnak, amit X ideig bírtak tanúsítani, hogy hatalmas küzdelem folyhat bennük, folyik bennük pontosabban, a Skorpió Plutónak a mérhetetlen szubjektivitása, és a Bak-Szaturnusznak a relatív objektivitásra törekvő természete között. Tehát itt a magánszféra és a magán vágyak, a magán kívánságoknak lehetett egy ilyen komolyabb visszatartó ereje ebben az egyébként egészen fantasztikus, nagyon tehetséges és valami félelmetes energiákat mozgósítani képes nemzedékben. És hát ez valószínű, hogy ez a küzdelem, ez egész életük során végig kíséri őket, hiszen a Skorpió Plutó az azért nem hagyja magát csak úgy. És még egyszer mondom azt, hogy valóban egyrészt minden egyes embernek megvan a maga missziója, mindegy, hogy az mekkora, akkor is a nagy egésznek egy elengedhetetlen része. És a nemzedékeknek meg hogy ne lenne meg a maguk missziója, és ennek a nemzedéknek nagyon-nagyon fontos missziója ez a bizonyos emlegetett rombolás és új építése, tehát a meglévő struktúrák lebontása és valami újnak az építése. A kérdés az továbbra is, hogy mennyire tudják meghaladni a személyes igényeket. És hogy mikor ébrednek öntudatokra? Hát már kezdenek itt legalábbis úgy tűnik, de... Irén, kezdenek? Hogy látod a fiat generációjánál? Az Judit nagyon jól mondja egyébként, ez a személyes érintettség, ez nagyon, nagyon erősen ott van. Tehát ugye ez a Bak-Szaturnusz, ez ezt hozza.
Tehát ott van a vágy arra, hogy, hogy változtassanak, ugye azt a Plutó, vagy a Skorpió Plutó meghozza, csak kérdés, hogy miért, vagy mi legyen a motiváció arra a változásra. Tehát igazából nekik a motivációt kell megtalálni, hogyha mondjuk ez a, ez a vírushelyzet, ugye én ezt láttam a saját gyerekemnél, kihozta belőlük a vízöntőbe átlépő Szaturnusz, kihozhatott belőlük valami új motivációt elvileg. Ennek kérdés, hogy ezt majd 2000, tehát a év végén vagy a következő év elején, ez elég lesz nekik arra, hogy egy vadonatúj megugorják ezt az egész helyzetet. Tehát még szerintem csak ébredeznek, tehát még nem hiszem, hogy igen, hát tudnak lépni a saját szintjeikkel, vagy az egyéni szintjeikkel. Igen, ez a benyomásom, hogy ébredeznek, de legalább már ébredeznek. Szerintem már látják egyébként a hibákat. Tehát én azt látom, hogy azt már észrevették, hogy mi az, amit nem jól csináltak. Vagy mi az, ami probléma volt. Ugye az nyilván a következő fázis lesz majd, hogy eljutunk a megoldásig, megcsinálni is kell valamit. Én nagyon drukkolok nekik egyébként. Én is. Nagyon a szívemen viselem ezeknek a nemzedékeknek mindegyik. Mert egyébként tényleg igazad van, és ezt el is felejtettem mondani, hogy ez az Uránusz, hát amikor a fiamnál pont együtt áll a Szaturnusz, meg az Uránusz. Tehát, hogy ez a... Igen, 88 decemberi. Tehát, és ráadásul neki még a Merkúria is beékelődik a kettő közé. Tehát ez egy nagyon érdekes nyilas, ugye, tehát, és vízöntő asszendensen. Tehát tényleg ez a generáció viszi át az új világba az embereket. Tehát, hogy nekik nagyon-nagyon jelentős szerepük van, csak hát az a kérdés, hogy milyen új világot teremtünk, vagy teremtenek ők nekünk, vagy így együtt. Hogy talán mi milyen világot hagyunk rájuk, és ők ezen mit tudnak majd formálni, igen, ha majd erőbe kerülnek. Igen, igen, mert hát nyilván mondjuk például a mi generációnk, ugye mi a szülők vagyunk, bár én kicsit később szültem, tehát ez itt van, aki fiatalabb szülő, de hogy ugye mi ezzel a szűz Plutóval tudjuk őket tanítani. Abszolút. Csak ti és tudjátok, a feladatunk is. Meg kell, hogy mondjam, hogy csak ti tudjátok, ez a 61-69 között születettek, megint jövök a kedvenc Ániámmal, ugye, ott volt egy szűz Uranus Plutó együttállás, ami szintén nem osztályás. Bizony. És a 20. században, ez nagyon érdekes, a 20. század kezdete, ami egyébként történetesen Bach Szaturnusszal indult, mondom zárójelben, mert 1900, annyi papíron van itt, hogy szörnyű. 1900 októberétől Bach Szaturnusz volt, tehát a 20. század legeleje azzal indult, hogy volt egy 495 évente létrejövő Neptun-Plutó együttállás, na azok még nagyon spirituálisak voltak, akik ebbe az írjába születtek, és utána volt egy nagyon hosszú szünet 61-ig, amíg be nem következett ez az Uranus-Plutó együttállás a szűzben, akik megint csak egész másmilyenek voltak, mint a megelőző az én generáció speciál történetesen. És ugye 68 az közismert dátum, a 68-as diák mozgalmat, meg az egész periódusra jellemző hippi mozgalom, ugye ez a R-féle feeling volt a 60-as években. Na és ez a nemzedék az, aki annyira magától értetődő természetességgel fogadta az uralmi plútósoknak a születését, hogy sem az előtte lévő, akik még szülőképesek voltak javába, se az utánatok jövő nyilas neptunosok, speciál, nem tudták úgy kezelni ezeket a gyerekeket. Ti viszont a 61-69-esek ösztönösen remekül tudtátok kezelni. Mert azért nem véletlen, hogy ez így alakult. Ez a Skorpió, Neptun is ott van, ugye? Tehát azért az besegít. Nektek, igen. Én mind a három transzcendenst élénken nem beszoktam venni, amikor ilyenek megkurkászok. Visszaadom a szót. Én csak egy pillanatra lenne egy olyan kérdésem, mert Judit azt mondtad, nem tudom, hogy ez jól értettem-e, hogy az Uranus az a Bakban emelt, igen. Uh-huh. Én olvastam olyan cikkeket, ami inkább az ikrekbe teszi az Uránusznak az exaltációját. A Merkúria?
Igen, a Merkur, vagy a Merkurnak a magasabb oktávja. Oké, hát ebben marha nagy vita van, mondjuk eleve az emelt helyzet, belemenjünk ebbe? Érinthetjük. A témába? Eleve az emelt helyzet az több mint gyanús, ugye, mert az ésbolygóknál az a Ptolemaiosz által rögzített hagyomány érvényesül, hogy a pályája legmagasabb pontján emelt, és a, ráadásul fokszámra is megjelöli, és szembe pedig esésben van. Most ugye a transzcendens bolygóknál viszont abban a jegyben sorolták, tudomásom szerint, de ez az egész vitás, ez az egész kozmikus fokozódás csökkenés. Tehát olyan, azokban a jegyekben sorolták be, én úgy tanultam, a transzcendens bolygókat emeltnek, ahol a vele egyébként társuralkodó jegy másik urálmi jegye van, vagyis az Uránusz a vízöntőben uralkodik a Szaturnusztan együtt, a Szaturnusz másik urálmi jegye a Bak, tehát az Uránusz emelt a Bakba, vagy a Plutó ugye a Marssal együtt uralkodik a Skorpióba, ezért a Mars másik urálmi jegye a Kos, az, ahol emelt a Skorpió, és végül a Neptun, pedig a Nyilasban emelt, mert a Halakban Jupiterrel együtt uralkodik, és a Nyilas a Jupiternek a másik urálmi jegye, én ezt így tanultam. Az Uránusszal kapcsolatban egyébként még van, aki a Merkur miatt a szűzben is erőbe lévőnek gondolja, ezt én sem vettem el egyébként ezt a gondolatot, mert nem gyenge. De meggyőződésem, hogy a Bakba emel. Egyébként se, hát vitás, mint sok minden más is az asztrológiában, ebben nem egységesen a szemléletmód. Én nagyon röviden csak annyit mondanék, hogy egy olyan olvasatot hallottam, olvastam egészen nem, tehát nem réggel ezelőtt, hogy az Uránusz amiatt, hogy a Merkurnak a felső oktávja az ikrekben emel. A Neptunusz, mert egy ilyen nagyon spirituális és vizes bolygó, az a Skorpióban emel, és a Plutó, ami abszolút nem egy személyes bolygó, hanem egy sokkal inkább egy ilyen generál, tehát nem az individuumhoz köthető bolygó, az pedig az oroszlánban emelt. Hát ez egy én generációm alak találhatta ezt ki, ugyanis nekem ikrek Uránuszon van, és oroszlán Plutón. Na most az oroszlánban minden bolygó erős, maradjunk ennyiben, miért nem volna a Plutó is erős, és nem gyenge az oroszlán Plutó, a Skorpió Plutóhoz képest sehol nincs, de ez én. Na jó, hát én azt gondolom, hogy azért... Érdekes felvetés, és még zavarosabb, mint az eredeti emelt helyzet, mert az is elég zavaros. Én igyekeztem ezt kicsit magam számára kitisztítani, de hát mindenki úgy kezeli ezt a szegény kérdést, ahogy akarja, de nem tudom. Hát az Uránusz az ikrekben erőben van, az jó az neki. Persze, hogy erőben van, a mérlegben is erőben van. A Neptun, az pedig ugyancsak a szén, hát olvasatom szerint a Skorpióban erőben van. Meg kell nézni a márciusi ifjakat, meg a március, a 848 március Kos Plutó volt. Meg kell nézni ezt a Plutót kicsit jobban. Uh-huh. Emelt az. Jó, hát ez lehet egy következő kerekasztal beszélgetés. Például, igen. Nem, én nagyon sokat várkodok visszafelé mindig, amikor egy új téma fölmerül, akkor nézem az analógiákat, mert hogy miből induljon ki az ember. Igen, megint magamhoz ragasztom a szót. Tíme, azt szeretném kérdezni, hogy itt ezek az elhangzott generációkkal kapcsolatban van-e valami hozzáfűzni valót, vagy bármihez, amiről most itt beszélgetünk, csak esetleg nem jutottál szóhoz. Köszönöm szépen, igen, hogyha meg tudjuk azt a képet nézni, ami az 1989 elnevezésű,
akkor ott nagyon érdekes dolgot látunk, ahol látjátok ott azt a piros négy kis valamit, ami kijelöli a Plútót, hogy az ott helyezkedik el, ugye hát annyira kicsi, hogy szabad szemmel, olyan távol van is, meg kicsi is, hogy nem látjuk. És ezt, hogyha megnézzük, tőle jobb oldalra az a szűz csillagképnek az angyali része, és tőle bal oldalra pedig kezdődik a kígyótartó csillagkép. És itt nagyon érdekes, hogy jóval a Plútó alatt láttuk egy piros vonalat, vagy hát ugye jelzi a program a piros vonalat, az maga az ekliptika, tehát ugye a napútja és az összes többi bolygónak a pályája, tehát hogy ilyen sokkal fölötte van valóságban a csillagoségen a Plútó ekkor. És közvetlenül ott a Plútó alatt pedig a mérleg csillagkép látható, igen, annak is ugye két serpenyője van, múlt és jövő, ez a múlt serpenyő. Na és ez azért nagyon érdekes, mert pont amikről beszéltetek, hogy itt zanzásítva rögtön megjelenik a csillagoségen, hogy egyrészt ugye nagyon erősen jött ebben az időszakban a spiritualitás. Hát mi előli? Az angyal csillagkép mert hagyja el éppen a Plútó, tehát mondjuk az angyal világ jelképezi azt, hogy egy spirituális emelkedés van. Megy a kígyótartóba, ami pedig ugye a kígyó, mint aszklépioszi szimbólum, a gyógyításnak a szimbóluma. Tehát nézzük meg, hogy 89-ben ugye a rendszerváltás után Magyarországon a spiritualitás és a gyógyítás, hát ez persze összekapcsolódik, de pont úgy kapcsolódik össze, mint ahogy láthatjuk a csillagos, igen, a Plútó szinte összehúzza, összekapcsolja a két csillagképet. Tehát ez a gyógyító működés nagyon elkezdődött a világban is. Magyarországon erősebben, majd mindjárt elmondom, hogy miért, és ami még ehhez a képhez tartozik, hogy ez a generáció ugye a mérleg, a magával való kapcsolatot és ezáltal a párkapcsolatot írja át nagyon, hát gyökeresen. Ez a generáció, ahogy elkezdett abba a korba élni, hogy párkapcsolatot, párkapcsolatban él, nagyon gyökeresen írja át a mintákat, ezeket most már látjuk náluk, és egy egészen új világot hoznak a korábban születettek számára a párkapcsolat felfogásában, és akkor csak nagyon röviden, hogyha még egyszer a nyilas képet visszakaphatjuk, mert abból fog látszani igazán, hogy Magyarországon miért indult el a Plútó által jelölt gyógyítás ilyen erősen, azon meg fogom tudni mutatni. Ugye akkor a Zodiákus szerint az a Vak Szaturnusz, az akkor is a azt megvárom azt a képet, tehát ugye a nyilas kép, az akkor is ugye a nyilas csillagképben volt, és bár most csak így el fogom tudni magyarázni, hogy hol, mert a kép nem pont azt mutatja, mindegy, addig mondom. Tehát az a lényeg, hogy akkor a Vak Szaturnusz a nyilas csillagképnek egy nagyon fontos pontján volt. A nyilas csillagkép őriz egy félkör alakú csillagképet, amit déli koronának hívnak. És ugye a nyilas, mint magyar nemzet jelölője, magyar lélekminőség jelölő az égen, teljesen természetes, hogy ezt a déli koronát a magyar szent korona szimbólumának tulajdonítja. És akkor a rendszerváltás kapcsán ugye a magyar szent koronának a sorsa is elkezdett egy más minőséget kapni. Még akkor nem szállították át, meg nem lett vele semmi, de 1990-ben az első parlamenti viták egyik fő témája volt, vagy mondjuk azt, hogy megbeszélések egyik fő témája, hogy a magyar szent koronával mi legyen. És ugye az, hogy nyilas csillagképben volt csillagképileg a Szaturnusz, és ez kapcsolódott ahhoz a Plútóhoz, amit az előbb mutattunk, ez jelöli nagyon erősen, hogy a gyógyítás itt Magyarországon, és a maga a magyar lélekminőség gyógyító ereje az itt nagyon erősen felébredt. Ennyit szerettem volna ehhez mondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy konkrét példát ismert emberek vagy események révén, ami kapcsolódik a Vak Szaturnusz, esetleg valamilyen fontosabb Plútó álláshoz, tudtok-e mondani, vagy szeretnétek-e mondani? Irén? Kezdjem. Vagy Judit? Eseményeket nem készültem, csak személyekkel, tehát az Irén jó lesz. Hát tulajdonképpen én sem szeretnék nagyon hosszan beszélgetni, de személyek igen, tehát mondjuk Latinovics Zoltán született a Szaturnusz Plútó egy szembenállásban, Vitrai Tamás szintén, de ami Magyarország, vagyis ami igazán érdekes, és én ezt a példát hoztam, az a Németország újraegyesítése, Helmut Kohl születése, hogyha esetleg sikerül Helmut Kohlnak a képletét beadni, azt megköszönjük. Egyébként ez egy publikus dolog, 1930. április 3-án született, addig én kinyitom a saját
de már látjuk is hamarosan. Tehát ugye ő egy Szaturnusz, Bak-Szaturnusz időszakban született, és a Plutója az, hát éppen 6 fok különbsége, de szemben állt a rákban. Ez csak a születési képlete, tehát ez nyilván ez előrejelezhet valamit, már ő már megúszta egyébként a katonasságot, ami a II. Világháborút illeti, tehát ő nem volt katona, de nyilván az első világháború az érintette az ő szülei ekkor ilyen, az első világháború ilyen 10 évesek voltak, tehát azért a családi vonatkozása nyilván neki is megvolt. A következő időpont, ami Helmut Kohl esetében érdekes lehet, az a berlini falnak a felhúzása, ami 1961. augusztus 13-án volt. És ugye látjuk, hogy itt szintén egy Bak-Szaturnusz időszak van, és megjelenik a szűz Plutó. Itt egy retrográd Szaturnusz van, így van. És ráadásul ugye a Jupiter is ott van, a Bak 29. fokán, tehát ugye csak erősíti ezt az energiát, de már készül át a retrográd ő is, de persze már készül át a vízöntőbe. És a harmadik képlet pedig, vagy a Németország egyesítése 1990. október 3-a, ugye ez a harmadik Bak-Szaturnuszos időszak, és ugye itt már megjelenik a Skorpió-Plutó kapcsolódás is, és hát ugye a maga a fal lebontása az már a vízöntő Szaturnusz időszakában van. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy tud megjelenni egy ember életében, és ezért tudjuk, hogy Helmut Kohlnak nyilván nagyon fontos szerepe volt a felhúzásban, nem, de a lebontásban mindenféleképpen. Ugye azt hiszem, hogy őt is hívják a német újraegyesítés atyának, ha jól tudom, ami ezzel a rák Plutóval egészen érdekes megközelítés is lehet. Tehát, hogy például ez egy ember életén keresztül, hogy tud megjelenni a Bak-Szaturnusznak a visszatérése, magánéletileg is nyilván megjelen, de neki szakmailag is, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó példa erre. Magán és közéletbe is, hogyan fonódik össze különösen ugye a Bakba, mert hogy politikus ilyen erősen. Igen. Éppen azt nézem, hogy neki, próbálom a saját képletét behozni, hogy hol van egyredetileg a Szaturnusza, 10-es ház, tehát MC környékén. Tehát neki nyilvánvalóan hol lenne máshol, igen, és a Plutó meg a 4-es házban, tehát hogy neki ez hol lenne. Adta magát, hogy ez itt fog megjelenni, vagy itt fog megnyilvánulni. Valóban egy frappáns. Judit, én úgy tudom, hogy te egészen visszanyúltál a történelmi személyekkel időben. Készültem, igen, személyekkel. Úgyhogy akkor én érdeklődve történelmi állókiákkal is, és ugye akkor a jelenkorba ugrunk vissza egy csöppet, hogy majd aztán innen megint 500 évet vonuljuk vissza. Tehát a jelenlegi konstellációnk az, hogy a pillanatnyilag ugyan a Szaturnusz átment a vízöntőbe, de még vissza fog menni a Bakba egy fél évre, hogy ne felejtsük el őt. És hát most ugye ezt tárgyaljuk, a Plutó tartja magát a Bakban, szigorúan, és pillanatnyilag az Uránusz a Bikába van, na most ez természetes, hiszen volt az említett széria, amit nem sorolok fel újra, de ez a 42 éves periódus, amikor egymást váltották a transzcendens bolygók a saját uráni egyikre, illetve uráni cserébe, és hát azóta odébb ment ugye az Uránusz. Most az analógiákat illetően, mert hogy akik most születnek ebbe a periódusba, közben nézek egy papírt, ami egyáltalán nem ezt tartalmazza, de rögvest megkeresem, fejből is tudhatnám, de csak nagyjából tudom, hogy 2017. december 21-től tartózkodott a Szaturnusz a Bakba, a Plutó már régebb óta ott járkált,
és egyidejűleg ezzel van, mint említettem, egy halak Neptununk, egy uráni helyzeti Neptununk, és az Uránus a kosba és a bikába járt a vak Plutó érája alatt, nem a vak Szaturnusznál, csak a bikába. Na most én találtam 4 olyan nagyon érdekes horoszkópot, amelyek külön-külön is izgalmasan függenek össze egymással, és analógiásan meg lehet vonni a történelmi szituációt is, és a konstellációt is természetesen. Az én nagy fő kedvenc periódusom az 1400-as évek vége, 1500-as évek elején született 1519-ben, van majd horoszkópunk is lesz mindjárt, a Gaspar de Coligny, aki aztán a protestánsok egyik fővezérévé vált. Lesz majd horoszkópunk? Majd egyszer csak lesz. Te látod? Én nem látom, na mindegy. Itt van előttem, úgyhogy látok egy horoszkópot. Ő neki nem álltak együtt, de a vakban volt a Plutója és a Szaturnusza. A Neptun akkor még nem váltott jegyet, de már cihelődött rá, készülődött a vízöntő végén járt, és majd utána átment a halakba, de most ez minket nem érint. Ellenben az Uránus az a bikába volt. Most ez a Coligny, ez 1519. február 16-án született, és hogyhogy nem, ugyancsak 1519. február 24-én, tehát 8 nap különbséggel született az a Guiz nevű herceg volt, azt hiszem. Igen, azt hiszem. Tessék? Mondom, igen, azt hiszem, herceg, igen, herceg volt. Guiz herceg, aki viszont a katolikus pártnak a feje volt, tehát a Coligny az ugyanott volt, ugye, a Szentbertalan éj alkalmából gyilkolták is meg, és ez a Guiz pedig egy abszolút katolikus, és hát katona volt egyébként, részt vett, akkor az angol-francia háború javába folyt, oda-vissza vették be a városokat, kikötőket, stb. Tehát ezekben a harcokban részt vett, mint hős, meg mint hadvezér, és ellenlábasai voltak egymásnak. Ugye itt a bak az erősen politikus jegy változatlanul. Az akkori szituációban, ugye, és akkor 19-ben születtek 2 évvel, vagy másfél évvel egyáltalán a protestantizmus kezdetéhez képest, a Luther fellépéséhez képest, alig valamivel később születtek, majd pedig felnőttként aktívan részt vettek ezekben a véres és hát tragikus, időnként tragikus kimenetelmű vallásháborúkban. Ez volt az egyik ilyen nagyon frappáns szituáció. Természetesen változatlanul most nem ez a fennforgás van, hanem valami más. De a harc az megvan tulajdonképpen most a koronavírus ellen. Valami ellen mindig kellene, vagy a saját természetünk ellen kellene leginkább, de ez zárójelben volt. A másik páros, az még ennél is talán valamivel izgalmasabb, de mindenképpen valószínűleg közismertebb. A második Henrik francia király, hogy nem ez is francia, 1519. március 31-én született, mint vérbeli kosnapú, szintén bak Plutó és bak Szaturnusz, valamint bika Uránusz konstellációval. Ő, mint mondottam, francia király volt, és hát részt vett a gyarmatosításokban, az előbb is említett háborúkban, és így tovább, és a hugenottákat üldözte erősen. De nem erről volt a legnevezetesebb az utókor számára, legalábbis az ezoterikus érdeklődők számára, hanem arról, hogy az első olyan ember volt, vagy az első olyan tényező volt, akivel kapcsolatban a Nostradamus proféciákból valamit ki lehetett pipálni, mert bevált. Ez nagyon közismert, valószínűleg ti is ismeritek az öreg király meg a fiatal összecsap, és akkor halálát okozza az idős királynak, mert az történt, hogy egy lovagi tornán
kopját vetettek, és az ellenfelének a kopjája beletört a sisak rostéjába, és a sisak rostéján keresztül belefúródott a szemébe egy szilánk, ami, hát gondolom, az agyát sértette meg, végül is néhány nap szenvedés után megölte őt. Tehát ez erről is nevezetes ez az ember, ez a második Merit. Na de, az ő felesége volt az 1519. április 13-án, vagyis őhozzá képest 13 nappal később született Medici Katalin, aki szintén közismert. Ugye ő az udvarába gyakorta, vendégül látta és alkalmazta Nostradamust, különböző ügyekben Nostradamus egyébként orvos volt, meg kozmetikai tanácsadó, meg mindenféle, meg mellesleg jós, és vérbeli bak, de nem bakszaturnuszos. Na bocsánat a kitérőkért, hanem a Medici Katalin lett aztán az özvegye ennek a második Henriknek, és mint ilyen régens királyné, mégpedig mind a három fiát eltemette, és mind a három fia trónon volt. Ez a második Ferenc, 9. Károly és harmadik Henrik volt. Közismert személyiség volt a korabeli Európában, és nagyon sokat emlegeti az utókor is ezzel a Bak-Pluto-Szaturnusz konstellációval, és hát ne feledkezzünk meg ugye a kos érdekeltségéről, és nem bírom megállni, hogy ne keverjem bele, hogy a felszálló olcsomúja ikrek volt, akiknek egy nagyon fontos funkciója az információ terjesztés, az információ továbbítás, és hát a Nostradamus mecénásaként ő azért elég sokat tett ebben az ügyben. Nos, még egy nagyon zsibbasztó vonatkozást, ez most derül ki számomra, hogy bogaráztam itt a különböző generációknak a közismert személyeit. Egy nagyon, nagyon szörnyű analógiát találtam, aminek nem értem, hogy miköze van egymáshoz, de a 60-as születésű Senna, az autóversenyző, valószínű, hogy ismert a neve. Számotokra, hát meg sokak számára, akik majd ezt a felvételt megnézik. Tehát ez a Senna nevű autó, Forma 1-es versenyző, ez 1994. május 1-én meghalt egy autóbalesetbe, és mi történt vele? Bak-Szaturnuszos volt természetesen. Az történt vele, ők is sisakba versenyeznek. Nem lovagi páncél, de akkor is sisakba, és természetes az is, hogy a személynek valami részt kell adni a sisakon, és ahogy neki ütődött egy korlátnak az autójával, leszakadt az autójáról egy felfüggesztés rúd, egy picike rúd, és belecsapódott az arcvédője kicsi szemrésén a szemébe. Hát ugyanúgy halt meg, mint a második Henri. Most ebbe az a dermesztő, hogy tudtommal, a Szaturnusznak a szemhez így közvetlenül nem sok köze van, legfeljebb az oroszlánok pozíciósaként itt közön agyaltam, de nem volt ötletem. Csak mondom, hogy ilyen rettenetes analógia. Köszönöm. Köszönöm szépen, hát ez nagyon érdekes párhuzam volt. Tíma, nem tudom, szeretnél-e valamit hozzáfűzni? Köszönöm szépen, ezt nekem csak élmény volt hallgatni, úgyhogy mehetünk részemről tovább, nagyon-nagyon. Bocsánat, visszaragadom a szót, hogy június 5-én megy az ikrekbe megint a holcsomó, csak hogy az aktualitást azt a Medici Katalinnal összekapcsoljam, vagy visszakapcsoljam. Na. Izgalmas dolgok, ezek nagyon. Igen, én azt gondolom egyébként, hogy ezt a témát úgy nagyjából körbejártuk, de azt szeretném tőletek kérni, hogy így záró mondatként, záró gondolatként valamit a ti magatok asztrológiai ágából úgy mondjatok ezzel a témával kapcsolatban,
vagy ha ilyen záró gondolat nem is fogalmazódott meg bennetek, akkor arra lennék kíváncsi, hogy ti személy szerint, mint asztrológus vagy asztrozófus, mit, milyen közeljövőbeni tervekkel vagytok a saját szakmátokat érintően, vagy milyen kutatási területeken dolgoztok, ha dolgoztok ilyenekkel. És akkor most a témának adnám először a szót, mert ő már régen tudta elmondani a gondolatait. Köszönöm szépen. Hát záró gondolatként talán elsősorban az, hogy nekem egy kép jut eszembe, ezt most ugye nem tudtam, hogy erről fogok beszélni, de talán többen találkoztatok vele a Facebookon. Egy olyan kép, egy rajz, hogy egy kislány tart egy szakadt rongyos macit a háta mögött, és szembe vele ül egy bácsi, aki valószínűleg Jézus analógia, de ez nem is annyira érdekes, aki pedig szintén a háta mögött egy gyönyörű, szép és sokkal nagyobb macit tart, és el akarja kérni a kislánytól a kis rongyos maciát, és a kislány néz rá és mondja, hogy nagyon kérlek, ne vedd el tőlem. És mi, aki nézzük a képet, ugye látjuk, hogy sokkal jobbat, szebbet, nagyobbat, és csodálatosabbat akar helyette adni, és én nagyon érzékelem ebben a mostani időszakban, ugye kezdve már, én 2018 őszétől számolom, ahogy ugye a Pluto elérte az ekliptikát, hogy már előjelzései nagyon erősen voltak ugye ennek a most januárban és tavasszal bekövetkezett időszaknak, és hogy valami ilyesmit érzékelek, hogy maga a sors egy minőségűleg sokkal jobbat tartogat számunkra, és hogy ne féljünk, ugye a Pluto a félelem is, és a Szaturnusz a félelemben való korlátnak a feloldási lehetősége ez, hogy ne féljünk odaadni azt, ami már életképtelen, ami rongyos és szakadt az életünkben, mert sokkal jobbat tudunk nem csak, hogy kapni, hanem hát nyilván részesei vagyunk ennek a megteremtésének, és ugye ez az egész év, ez erről fog szólni, amiről nem beszéltünk, meg most tényleg nem is témájana, de hát azért az idei Pluto-Jupiter együttállás háromszor tér vissza, háromszor emlékeztet arra, hogy itt valamin fontos változtatnunk. Én a Jupiterrel kapcsolatban megint csak a magyar lélekminőség feladatát erősen kiemelném ebben a globális helyzetben, és ugye amikor ez igazából megmutatja magát, a sorsfordító új irányokat, az pedig az év vége lesz a Jupiter-Szaturnusz együttállás, és onnantól, ugye Jupiter-Szaturnusz együttállás mindig 20 évenként van, tehát onnantól indítunk egy új 20 éves periódust, és nagyon-nagyon fontos, hogy valóban az egész hitrendszerünket le tudjuk cserélni, és a félelmeinken felülemelkedve egy új minőséget teremtsünk, úgyhogy nekem így ez lenne a záró gondolatom mindannyiunknak is, és akik hallgatják, és meg akikhez ugye, mivel asztrológusok, a hallgatók is, tehát általunk sokakhoz eljutnak ezek az információk, hogy tudjuk ezt közvetíteni, tudjuk szórni a fényt egy sokkal csodásabb jövő előtt állva. Úgyhogy én köszönöm szépen, nekem nagyon jól esett így veletek együtt lenni, köszönöm a meghívást, jól éreztem magam. Hát köszönjük ezt a záró gondolatot. Esetleg Irén, te hogy zárnád le a magad részéről? Hát olyan szépen elmondott minden Tímea. Az asztrológusoknak a szerepe, most egy kicsit a Bika Uránusz szemszögéből is nézve, bár tudom, hogy nem erről beszélgettünk, de szerintem nagyon megváltozott. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a gyakorlatorientált asztrológia kerül előtérbe, tehát muszáj arról beszélgetnünk, hogy tudjuk az elméletet megvalósítani a saját életünkben, és ez lenne az igazi célja egyébként ennek az egésznek. Ugye az Uránusz az asztrológiának a bolygója, ugye az Bikában így fog tudni megjelenni. A személyes része nekem az egésznek, hogy én ugye, ahogy mondtam, a családkutatással foglalkozom, és én ezt szeretném ezeket a generációkat végigvinni asztrológiailag is természetesen, tehát hogy megnézni azt, hogy a különböző problémák azok hogy gyökereznek a családban. Nekem meggyőződésem, hogy ez a szaturnikus időszak arról szól, hogy föltárjunk, megismerjünk, főleg a Skorpió-Plútóval föltárjunk, megismerjünk valamit, hogy le tudjuk zárni, és akkor utána tudjunk egy teljesen új minőségű életet élni, és erre az elkövetkezendő fél év az ragyogó alkalom lesz mindenkinek, hogy aztán majd tényleg meg tudjon indulni egy teljesen új
minőség felé december végén. És köszönöm, hogy voltam én is. Judit? Hát én nem tudok ilyen optimista végkicsengést adni szavaimnak, mert egyrészt természetemmel sem vagy, és másrészt, de szívesen hallgattam a kolléginákét. Ellenben én figyelem egyébként, én minden felhang nélkül, én azt szoktam mondani egyébként, hogy én nem vagyok pessimista, optimista még annyira sem, hanem realista vagyok, vagy legalábbis igyekszem realista lenni. Hát én figyelem ezeket a folyamatokat, és kíváncsian várom, hogy merre dől és miként alakul. Egyébként nem vagyok borúlátó abból a szempontból, hogy azok a folyamatok, amelyek több évtizedre zajlanak a világban, azért inkább progresszívek, mint hát kicsi hullámvölgyekkel, ugye, mert anélkül nem élet az élet. Visszaesésekkel, kicsit visszahátrálásokkal, aztán megint előre menetelre, hát én azért bízom annyira az emberiség józan eszébe, hogy figyelembe veszik azokat az intőjeleket, amelyek itt zajlanak a világban. Ami pedig a személyes terveimet illeti, 6-8 könyvnyi téma van az én fejemben, amit minden fogok megírni egyébként. És reménykedem benne, hogy legalább egyet majd valamikor, nem az idén, vagy nem tudom milyen időintervallumon belül, de egyet nagyon meg kéne írnom. A többit is, de hát azt majd egy másik életre tartogatom, mert biztos, hogy nem lesz módom. És hát egyébként a közvetlen, én tanítok egyébként folyamatosan online, most már évek óta online, nem a koronavírus miatt, hanem eleve. És hát viszem a csoportjaimat szépen tovább, és dolgozom szorgalmasan, mint a kisangyal. Nagyon jól éreztem magam, kivágték, hogy a mániámat elmondhattam. Kellő intenzitással, és nagyon érdekes gondolatokat hallottam tőletek is. Asztrozófiában nem vagyok járatos, az is igen figyelemre méltó, különösen a Plutó pályájának az ekliptika meccése ragadta meg az én fantáziámat erősen. De mindkettőtöktől hasznos gondolatokat kaptam, és köszönöm szépen a meghívást. Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a kerekasztal beszélgetésre, amit az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete tett lehetővé, és én is úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült ez a beszélgetés. Remélem, hogy a kedves nézők is, akik ezt végignézik és látták, élvezték, esetleg lesznek kérdéseik, amit majd a megjelenő videó alatt az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének Facebook oldalán fel is tehetnek. És akkor kérlek titeket, Tímea, Judit és Irén, hogy majd a felmerülő kérdésekre esetleg válaszoljatok ott a Facebook vagy a YouTube csatornán. Köszönöm még egyszer mindenkinek, és akkor szép napot kívánok mindenkinek, nektek is. Szervusz! Köszönjük szépen! Szervusz! Thank you.